Ezek a fotók május végén készültek, Nyírtelek területén Belegrádon tombolt a jégeső, főként a veteményesekben és a földeken okozott károkat a vihar. De nem csak itt mutatta meg magát a szélsőséges időjárás. Június első hétvégéjén 59 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei műveletirányító központjába. Május végén, június elején több vihar érte el térségünket, Csengerben, Csenger térségében, valamint Nyíregyháza egyes részein és Nyírtelek településen is okozott gondot egy-egy vihar. A legtöbb esetben olyan jelzések érkeztek a katasztrófa védelemhez, amely sérült, legtöbbször kidőlt fák miatt érkeztek, de nagyon sokszor légvezetékekre vagy éppen ingatlanokra is borultak ágak, illetve fák. Nem volt ilyen szerencséje néhány napja Csehországnak. Egy gyermekünnepségen 18 ember sérült meg villámcsapás következtében. A 2 és 16 év közötti fiatalokat részben eszméletlenül találták a földön fekve, de szerencsére egyikük sem viselt testén égési sérüléseket, és műtétre sem szorultak. 5 embert azonban újra kellett éleszteni. A szerencsétlenséget az okozta, hogy a villám belecsapott egy fába, ami alatt éppen sokan kerestek volna menedéket a vihar elől. Ez minden vihar esetében nagyon rossz döntés. Ha például villámlással érkezik a vihar, akkor érdemes a villámlás és a dörgés között eltelt időt számolnunk, jegyeznünk, hogyha kevesebb, mint 10 másodpercet számolunk, akkor nagyon közel van hozzánk a vihar, és ilyenkor érdemes valamilyen menedéket keresni, elsősorban valamilyen ingatlannál, épületnél keressük ezt a menedéket. Még mindig sokan vallják azt és gondolják azt, hogy menedéket jelenthet egy nagyméretű fa a vihar elő. Ám gondoljunk bele, hogy egy fába milyen hamar, gyorsan bele tud csapni a villám, és megsérülhetünk, vagy ha villámlás nélkül érkezik a vihar, esetleg orkánerejű széllel, akkor pont az is okozhat gondot, hogy mondjuk egy-egy faág leszakadhat, és úgy sérülünk meg. Szabadtéren az esernyő sem jó, mert a fém szár vezeti az elektromosságot. Otthon pedig kerüljük a vízes blokkokat vihar idején, lehetőség szerint ne fogjuk meg a csöveket és radiátorokat, az elektromos berendezéseket pedig húzzuk ki a konnektorból. Nem kötelező, de hasznos lehet a villámhárító, és a szakemberek javasolják a túlfeszültség elleni védelem kiépítését is.